Az első olimpiai kvalifikációs évben 2018-ban szubjektív és objektív okokból is hátrányba került az olimpiai kvalifikáció szempontjából a paksi cselgáncs újsütetű 100 kg-os nemzetközi reményekre feljogosító versenyzője Cirjanics Miklós. Kezdetben nem jöttek az eredmények úgy, mint 2017-ben, amikor a világranglistán volt már harmadik is. Csukló sérülése is akadályozta régi eredményességének, illetve formájának elérésében ebben az évben. De 2019-ben már jelezte, a 100 kg nemzetközi elitjébe tartozik ő. Két világkupán, Brazíliában és Németországban, Düsseldorfban bronzérmet szerzett súlycsoportjában. A világranglistán is a 20 közelében volt már, de ennél is lényegesebb, hogy az olimpiai kvalifikációs rangsorban a már Tokiót érő 17. volt, még a járvány kitörése előtt. A tavaszi budapesti világkupán és a prágai EB-n már megválthatta volna a Tokióra szóló repülőjegyet. Okkal mondhatja, ami késik, az nem múlik. Idő bőven van, hisz az olimpiát is egy évvel elhalasztották. Annyira nem is bánkodik emiatt Cirjanics Miklós. Jó úton voltam, mert a düsseldorfi bronzérem az tényleg egy nagyon erős mezőnyben volt, vagy ott nagyon erős mezőnyben szereztem meg, és bizakodóan vártam a folytatást. Talán annyi, hogy sokkal több versenyt kellett indulnom, mint terveztem. Brazília után is, mert nem voltak meg a pontjaim, úgyhogy ilyen szempontból lehet, hogy jól jött a pihenő, és lehet csinálni úgymond egy tiszta felkészülést, fókuszálni az erőléti képességek fejlesztésére, megpihenve új úterével pedig várjuk a folytatást. Erre még jócskán várni kell. A Nemzetközi Judo Szövetség ugyanis novemberre tűzte ki az első komolyabb verseny időpontját, ekkor pótolnák a tavaszról elmaradt prágai Európa-bajnokságot. Előtte nem terveznek semmilyen versenyt, de ennek is megvan a maga szakmai magyarázata. Tervezet szerint biztosítani szeretnék azt, hogy egyenlő feltételekkel, felkészülési időt biztosítva tudjanak a versenyzők újra a kvalifikációs sorozatba belevágni. Cirjanics a már több mint 6 hetes kényszerszünetben 100%-osan állt hozzá állóképessége, általános erőléte, speciális állóképessége fejlesztésére, heti 10 ilyen jellegű edzést végzett az erre alkalmas helyeken. A technikai, taktikai páros edzések már nagyon kellenének neki is, mint a sportág valamennyi szereplőjének. Már centízi a napokat. Az egyik legkiválóbb edzőpartnere, maga az edzője Bor Barna, a plusz 100 kg nemrégen visszavonult világhírű versenyzője, és olykor a paksi legenda, a sportág mindmáig egyetlen olimpiai bajnoka, Kovács Anti is besegít. A Barna az egy nagyon rutinos és nagyon eredményes versenyző és nagyon kiváló partner. Én vele készültem föl az előző olimpiai kvalifikációban, illetve neki is nagyon sokat köszönhetek. Ugyanúgy, mint mondjuk Kovács Antal is még visszajár egyéb teendői mellett, igyekszik beiktatni az edzéseket, és próbál nekem segíteni. A 100 kg-os súlycsoportban az erőviszonyok vegyes képet mutatnak. Nem akkora a japán dominancia, mint az alsóbb súlycsoportokban. Ez mindenképpen önbizalom növelő Cirjanics Miklós számára is, aki a rá jellemző európai stílusával, különösen a földharcban való jártasságával az ázsiaiak ellen sem esélytelen. Az utóbbi időben a judó globálisan megerősödött az egész világon, de azt mondom, hogy nyilván a japán dominancia az ebben a súlycsoportban is jelen van, de most például legutolsó világbajnokságot egy európai portugál srác nyerte, sőt a dobogón is csak egy ázsiai volt, de ettől függetlenül nagyon erős Ázsia, illetve Európa, Oroszország, Franciaország, Németország, tehát azt mondom, hogy a nagy államok azok azért nagyon erősek itt is jelen vannak, illetve az európaiak nyilván az nem annyira technikás, vagy inkább azt mondom, hogy az erőre specializált judót csinálják, az ázsiai országok pedig sokkal inkább azt mondom, hogy technikásabbak. Mindenkinek vannak specialitásai, tehát hogy mindenkinek van egy-két dobás, ami jobban fekszik, és ugye azzal nyeri a meccsei javarészét, illetve a judó összetett sporták, tehát nem csak dobások vannak, hanem földharc is van. És azt mondom, hogy
Pakson szerintem mindig is egy nagy fegyvertény volt az, hogy a versenyzők egész jók földön, tehát Braun Ákosra, Kovács Antalra gondolok, vagy akár Kanszter Istvánra, úgyhogy én is igyekszem ezt folytatni, és a meccseim, azt mondom, hogy felét körülbelül földön szoktam nyerni. A közel két hónapos, csak erőléti edzés után már nagyon várja az első valódi judo edzést. Hiányzik, illetve kíváncsian várom, hogyan tudunk majd visszaállni. Igyekszem minél több sportáspecifikus feladatot beletenni az erőléti edzésekbe, de nyilván nem ugyanaz, mint a szőnyegmunka. Borbarna visszavonulása után a már több nemzetközi versenyen bizonyító Ciljanics Miklóstól várják a nehéz súlyban elért újabb nemzetközi nagy sikerek folytatását az atomerőmű Cselgány szakosztályánál. Amire, tegyük hozzá gyorsan, felettébb jók az esélyek.